Közel 120 veterán motorkerékpárt és gépkocsit lehetett megtekinteni vasárnap Magyar-Kanizsán. A különlegesebbnél különlegesebb gépjárművek Vajdaságból, Felvidékről, Macedóniából, Németországból, Angliából és Magyarországról érkeztek. Annak ellenére, hogy nem fiatal járművekről van szó, a tulajdonosok azt mondják, hogy gyorsak és megbízhatóak, és minden két és négy kerekűnek megvan a saját kis élettörténete, mondta Sütő János, aki Orosházáról érkezett. 1936-os gyártású Ford Piton nevezetű autó, amit először szereltek V8-as motorral Amerikában. 3 éven keresztül gyártották, és ennek az autónak még az a különlegessége is, hogy Roosevelt elnöknek egy az egyben ugyanez az évjárat, ugyanez a színű autója volt az elnöki magánautója. Jelenleg New Yorkban a Roosevelt Emlékmúzeumban látható. Másik nagyon jellegzetes érdekessége, hogy a Bonnie és Clyde, a híres rablópáros, egy ilyen motorral szerelt autót igazolt le valahonnan, és ezzel az autóval el tudott menekülni a rendőrök akkori 6-hengeres motorral szerelt autója elől. És ennek is van egy utóélete, hogy Bonnie és Clyde egy köszönőlevelet írt Henry Fordnak, aminek szintén megtalálható a lenyomata az interneten, hogy köszönik, hogy ilyen gyors és megbízható autót gyártott, és Henry Ford később ezzel is reklámozta az autóját. Mindezek a csodajárművek szinte az összes környező országot már végigjárták, ezért igyekeznek karban tartani is őket. Hát próbáltam csinosítgatni, igazából ennek az az érdekesség, hogy favázra van szerelve az összes lemezmunka, a fa ugye elvileg egy kicsit összeszárad, és néha a csavarokat utána kell húzkodni, és hogy Magyarországon normálisan tudjak vele közlekedni, indexeket szereltem föl rá a biztonságos közlekedés érdekében. Apró csinosítgatás, zsírozgatás, olajcsere, ez olyan autó, amivel foglalkozni kell, nem komputertechnika, hanem ez még a manuális igazi autó. A szervezők idén már 18. alkalommal szervezték meg az Oldtimer találkozót. Legtömegesebb klub vagyunk az országban, mint Szabadkai Oldtimer klub. Tagjaink között tudunk Angliából is állandó tagot, Belgrádból, Zágrebból, akik állandó tagjaink, Magyarországról több is, aki állandó tagunk. 65 állandó tagunk van, úgy hirtelen kapásból mondva is. Az Oldtimer gépkocsik Magyar-Kanizsára érkezésük előtt Horgoson is megtekinthetőek voltak.